Megszokhatták, hogy az elmúlt hónapokban általában szerda esténként, hát így címmel beszélgettem nagyon sok fantasztikus emberrel. Én nagyon szerettem ezeket a beszélgetéseket. A politikának van egy sajátos logikája. Megpróbálja leegyszerűsíteni legalább kétféleképpen a politikai küzdelmet. Ha lehet, akkor csak egy témát helyez a középpontba. Migráció, Brüsszel, nem folytatom. Ráadásul ezekben a témákban is végtelenségig leegyszerűsödnek az érvek. Igen, nem, fekete-fehér, miközben a világ nem ilyen, természetesen mi sem ilyenek vagyunk. Azt szerettem volna, hogy lássák, ennél bonyolultabb a világ, érdekesebb is a világ, mi magunk politikusok is ennél összetettebben gondolkodunk. Én azért is szerettem ezeket a beszélgetéseket, mert arra ösztökélt, hogy még a beszélgetések előtt sokat olvasva, tájékozódva, mélyebben megismerjem, hogy mit is gondol az én beszélgető társam az orosz helyzetről, vallásfilozófiáról, népi hagyományokról a karácsonyi ünnepkörben. Tehát azért én valójában politikus vagyok, és hát egyre forróbb a politika levegője, ahogyan közeledik a következő választás június 9-én. Nem akarom megjátszani, hogy nem ezen a választáson, ezen a küzdelmen jár most már az eszem, arra koncentrálok, arra figyelek. Nem szeretnék úgy tenni, mintha ilyen mesterségesen, nagy szakmai nyugalomban, a politikai küzdelemtől távol maradva beszélgetek itt az én beszélgető társammal. Hiszen tudják, itt kerültem a politikai beszélgetést, itt más szituációt akartunk mutatni. Szóval jó 70 nap a következő választás. Ebben a választási rengetegben most inkább arra akarok koncentrálni. Talán megbocsátják nekem, hogy szünetet tartunk akkor. Azt remélem, most azt gondolom, hogy ősszel visszajön a hát így. Remélem, hogy így fogjuk gondolni még majd szeptemberben is. Ha nem, akkor majd elmondom, hogy változott az álláspontunk. Jöjjenek aztán most is velünk, amikor kampányolunk, amikor küzdünk a saját igazunkért. Látni fognak bennünket, engem is és politikus társainkat szerte az országban a következő hetek kampánya során. Örülnék, hogyha ott is, személyesen is találkozhatnánk. Június 9-ig. Következő választásokig. Köszönöm, hogy velünk voltak ezekben a hetekben, hónapokban, remélem, hogy élvezték, és azt se bánom, hogyha egyiküknek, másikuknak egy kicsikét hiányozni fog ez a beszélgetés, ami most akkor egy darabig nem lesz. Szakmámat gyakorolva indulunk a kampányban, hogy jól szerepeljünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Hát így.